szamár meg az oroszlám. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurt a farkú malasz túl, volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy, mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat, mert még ilyen nagy fülű állatot nem látott világon való életében, és kérdi tőle. Hát te ki vagy, s mi vagy, te füles? Azt mondja a szamár. Én a bárányok királya vagyok. No bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássuk, melyikünk erősebb. Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre. Húzd előbb te, mondotta a szamár. Aztán én is lehúzom. Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, és leállította a földre. Hiszen én többet tudok, mondta a szamár, és mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, és úgy ellopta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott gugolt egy nyulacska, az estében agyon ütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánt, és mutatta nagy diadallal. Látod-e? Ilyen erős vagyok én. Az oroszlán egy kicsit elszégyellette magát, de mégis azt mondta. Na, próbáljunk még egyet. Nem bánom, mondta a szamár. De azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak egy kis haragban vagyok. De ha a másik fülemet is hátra csapom, akkor a szaladj, amelyre látsz, mert különben vége az életednek. Hely, gondolta magában az oroszlán, ennek a fele sem tréfa. Azzal utcú, neki rövözkodott az erőnek, szalad, ahogy tudott. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas. Hát, te hova szaladsz, oroszlán? Jaj, ne is kérdezz! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van, de ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek. De már én szeretném látni ezt az állatot, mondta a farkas. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele. Nem megyek én, mondta az oroszlán. Ne félj, csak gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj! Na, ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledújják a nyakukat, mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, és hátra csapja az egyik fülét. Látod-e, mondja az oroszlán, az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van. Gyere csak, gyere, mondotta a farkas. Ne félj tőle. Egyet-kettőt lép még az oroszlán nagy nehezen. Dűkör a szamár a másik fülét is hátra csapta. Hirtelen megfordult, akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát, úgy megszorította a gúzsanyagát, hogy felfordult és megdöglött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt vele. A farkasnak ki volt átva a szája. Az oroszlán azt hitte, hogy rávigyorog, nevetező gyávaságám. Mondta az oroszlán, hiszen neked nevetség, de nekem ijegység. Azzal otthagyta a farkas, hátra sem mert nézni, világgá szaladott. Ha az oroszlán nem szaladt volna, az éhmésem is tovább tartott volna.